Hölgyeim és uraim, a stúdió vendége itt a Rádió 88-ban, a magyar labdarúgó válogatott és az USA Hyundai támadó Ádám Marti! Jó reggelt! De rég vártunk már erre a pillanatra, hogy ismét megérkez hozzánk. Ennek pedig eredménye az is, hogy véget ért a bajnokság, a válogatott történt, úgyhogy most már a pihenés a főszerep, ugye? Így van, most már azért, ahogy mondtad, a pihenés a főszerep. Itthon vagyunk forráskúton, úgyhogy pihenünk, örülünk, hogy itthon vagyunk. Az ünnepek is itthon telnek majd? Igen, itthon leszünk végig, úgyhogy itt laknak a szüleink is, úgyhogy sokat fogunk velük találkozni, kihasználjuk ezt az időt a családra. Mi a helyzet egyébként abban a tekintetben a kinti élettel, hogy gondolom a csapaton belül a kommunikáció az angolul megy. Így van. De azért, hogyha Ulszán városában ti is mentek bevásárolni, vagy nem tudom, akkor mindenhol ugyanúgy angolul tudtok boldogulni, vagy kellett már esetleg megtanulnod a nyelvből valamit, vagy a kultúrát, mennyire volt nehéz megszokni? Hát azért azt a nyelvet megtanulni nem egyszerű, úgyhogy nyilván nem tudjuk megtanulni, de angolul nyilván beszélünk a boltokban, aztán valaki érti, valaki nem. Inkább nem. Activity, kézzelemben. Inkább nem. Felismernek most már? Így van, elég sokan így a vége fele már, meg aztán bajnokok lettünk, ugye nagy szerepem volt benne, ez is közrejátszott. Elég nehéz megmozdulni, ha elmegyünk egy plázába, vagy bárhova. Mindig lemaradok a családtól, mert mindig fotózkodni kell. Mindig elvesztem őket, úgyhogy de mindegy, ez ezzel jár. Mondjuk szerintem így alapvetően ki is tűnsz a tömegből, gondolom Koreában. Közel két méterrel a szakállal. A koreaiak azt mondják, hogy európaiak ugyanúgy nézünk ki, hát nem tudom. De... Nem, igen. Ezt ők mondják ránk? Ja, igen. Hát fordítva ülnek a lovon szerintem. Nyilván az a célom, hogy folytassam ezt a gólgyártást, megmaradjon a jó játék, aztán meglátjuk, hogyha a nyáron lenne valami olyan lehetőség, ami előrelépés lehet nekem is, klubom is jól járna, akkor azt gondolom, hogy átgondolnánk, tehát nem szeretnék leragadni ezen a szinten, szeretnék még feljebb lépni, ameddig engedi a korom, a mindenem, úgyhogy várom, hogy mi fog itt történni, várom már, hogy kezdődjön a szezon. Ugye, mi hoztunk egy labdát a stúdióba, de nem azért, hogy dolgoztassunk, éppen ellenkezőleg. Ezt a labdát lehet majd egyébként megnyerni az Instagram játékunkban, mert hogy ugye a teljes foci VB ideje alatt tippelős játékkal készültünk, úgyhogy keres nyugodtan minket. És az egyik főnyeremény ez a labda lesz, úgyhogy ha megengeded, akkor megkérnénk rá, hogy dedikáld és növeld még jobban az értékét ennek a világbajnoki labdának, jó? Persze, jó, oké. És ha már Instagram, akkor tele kikerült egy poszt azzal kapcsolatosan, hogy lehet kérdezni tőled a mai adásban, úgyhogy ezek közül szemezgetnénk, hogyha nem gond. Nem válogatunk. Nem. Mindent megkérdezem. Gábor azt kérdezi, ha megkeresnének idővel, hogy játsz a szegedi csapatban, ide igazolnál? Idővel. Igen. Ez így terve van még a pályafutásom során, hogy egyszer még Szegedbe szeretnék játszani, hogy milyen itt a, mondhatom, a helyi foci. Karriered eddigi legszebb pillanata? Hát egyénileg azt gondolom, hogy ez a paksi szezonom, ez így az egész szezonomat mondanám, hogy ez egy elég szép sztorira sikerült így. Tudtam megdönteni olyan rekordokat, amik így a szezon előtt, hát eszembe se voltak, hogy ilyeneket megdöntök. 31, ugye? Így van, 31 gól, ami azt hiszem 42 év után rúgtam ennyi gólt. Aztán még egy Marcell aláírással jött, hogy követsz-e valamilyen diétát? Nyilván vannak olyan alap dolgok, amiket így betartok így a szezon során. Nyilván most szabadságon vagyok, úgyhogy azt a diétát elraktam elég mélyre kívülni. Elmentünk egy étterem, azt földön kellett ülni. 2 óra hosszáig, nem kibóltam. Elzsibbadtál kicsit, vagy mi volt a baj? Így van. Hát azon lazán lett. Végén már feküdtem, kérdezték, mit csinálk. Hát nem tudok ülni a földön. Sok volt a szaké, vagy mi van arra felé. Igen. Másik kérdés, azt mondja, hogy meddig akarsz Európán kívül játszani? Nyilván ez egy nehéz kérdés. Reméljük, hogy itt a fél szezonon még jó sikerül, vagy egy szezon, aztán feljebb tudok lépni. Meglátjuk, hogy milyen lesz a teljesítmény a következő, mondom, fél szezonban, egy szezonban. Hogyha a jó sikerül, akkor azt gondolom lesz lépcsőfok Európába. Folyamatosan hallott, gondolom, a helyi nyelvet is, úgyhogy mi hoztunk azért néhány olyan szót, vagy mondatot, ami koreaiul fog elhangozni, és
ezek egyszerű dolgok lesznek, jó? Tehát tényleg a legalapabb dolgokat próbáltuk összeválogatni. Tehát zabos keksz van a fogam alatt. Igen, és nagyjából ilyen 5-10 másodpercen belül csak meg kéne tippelned, ha nem is tudod, hogy mégis mit mondhat ez a hang, jó? Itt van már is akkor az első kifejezés, ez így szól. 나는 튀긴 문어의 일부를 원한다. Van-e tipped? Hát nem tudom. Jó. Biztos azt mondta, hogy nagyon éhes vagyok. Vagy valami. Nem állsz messze az igazság, hogy azt mondta, hogy... Kérek egy adag sült polipot. Jó, ez nyilván a szivatás része volt. Ennél sokkal egyszerűbbeket hoztunk. Szóval akkor most tényleg belekezd a játékba. 5 kifejezés lesz itt. Az első nagyon egyszerű, ez így szól. Annyeong. Anyaunk, jó reggelt, vagy hello, valami ilyesmi. Így van, hát mi azt hittük, hogy szia, de lehet, ja, hogy... Ja, ez a köszönés, igen, ez, igen, ez de jó, ez így megy, ja, nagyon király vagy. Okay. Anyón, vagy hogy hívják? Anyaunk, valami ilyesmi. Anyaunk, ja, igen, oké. Okay. A következő kifejezés így szól. Kamsa. Ezt is hallottam már. Ugye, hogy? Hallottam, de... Az... Külön az edződet hívtuk föl, segítsem. Ja, ez olyan hangja. Na, nincs meg? Mutassa még egyszer, figyelj. Kamsa. Kamsa. Igen. Ha, ez Hamza? Köszönöm, vagy nem? Igen, köszönöm. Nagyon jó vagy. De jó. Nagyon jó vagy. Kettő, Jussi. Itt van a harmadik. Csepáj. Még egyszer? Még egyszer. Figyelj. Csepáj. Fú, ezt nem tudom. Ezt már nem hallottam. Lehet, hogy nem jól írtuk be. Ez, mi azt írtuk be, hogy kérem. Aha. Próbáltunk ilyen egyszerűveket. Aztán akkor... kis szakmai történet. Tongwahada. Látni kéne az arcát, amúgy Martin, igen, zseniális. Mutatom lassabban is, figyelj, nézd csak. Tongwahada. Gurulj be lassítás. Nem tudom, fogom. Nézd csak, azt írtuk be hozzá, hogy... Passz. 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 De P-vel. Igen, és akkor lássuk az utolsót, ez ennek meg kell lennie. Én szerintem ebben biztos vagyok, hogy meg lesz. Mokpyo. Na? Nincs ötleted? Nincs. Ne viccelj velem. Fogom. Mutatom lassabban. Mokpyo. Les volt spori. Gól, nincs? Vagy nem tudom. Oh! Igen, gól! Tökéletes. Na, így van. Ezért ez 5-ből 4 volt, ugye? Jól számolok? 3-os. 3, igen. Jó van, legyen, megadom azt a negyediket is. Nagyon szép munka, gratulálunk neked. Azért mégiscsak ragadott ott rád valami, nem? Hát nyilván, azért nálunk az edzés is ugye kórajú zajlik, aztán fordítsa. Nem mondod semmi angol? Hát ezt akartam mondani, hogy fordítsak nekünk angolra feladatokat. Úgyhogy ketten azért... ordibálnak folyamatosan, vagy hogy? Hát úgy nem ordibálnak, de igen. Úgyhogy én nem értek a focihoz. Azért hallottam ezeket a kifejezéseket, úgyhogy... De akkor, tehát ott áll az edző, ő mondja koreaiul, és áll mellette valaki, aki meg angolul mondja nektek? Hát aki itt áll mellettünk, európaiak mellett, és ja, akkor hogy... fordítsa nekünk. Ja, értem. Nagyon szépen köszönjük, Marta, hogy eljöttél, szakítottál ránk időt. Elvileg a mai nap folyamán a Pixeget Celje BL mérkőzésen is láthatnak majd téged a szurkolók és oda a kilátogatók. Jó meccs nézés. A nézőtéren tudtunk. Igen, ott küzdőtéren, tehát beállsz, mint beállós, ezek szerint. Így van. Szerződtetnek téged. Úgyhogy jó bulizás majd arrafelé, meg jó szórakozás a meccshez, illetve nagyon-nagyon kellemes ünnepeket előre, és meg jó itthoni időtöltést. Ádám Martinnak nagyon szépen köszönjük. Rádió 88. Ez a Rádió 88.